Sziasztok, gyerekek! A Kincses Ládába ezúttal egy barangolásra imitálunk titeket, mégpedig a Mesék Birodalmába. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében az idei évben is megrendezték az óperenciás mesemondó versenyt és mese ünnepet. A helyszín ezúttal a döntő helyszíne a 7-7 Játék Múzeum volt, ahova természetesen a Kincses Láda stábja is ellátogatott. Most ezekből a mesékből szemezgettünk nektek, tartsatok velünk! Palkónak volt egy szamara. Egyszer egy nagy, rengeteg erdőben mendegélt a szamarával, s hogyan, hogy nem, összetalálkozott egy törpével. A törpe egy bokor aljában aludt, s a szamár véletlenül rálépett a sapkája csücskére. Haj, mérges lett a törpe nagyon, felugrott, és elkezdett pörölni Palkóval. Nem tudsz jobban vigyázni a szamaradra? Kiáltotta dühösen. Oda a sapkám, nézd meg, milyen csúf lett. Palkó megnézte a kicsi sapkát, az bizony össze-vissza szakadt. De hát most már mit csináljon? És nagy hegykén így válaszolt. Nem tudsz jobban vigyázni a sapkádra? A szamár, az csak szamár. Én nem vigyázhatok helyette. Törp se kellett a törpének. Még mérgesebb lett. Hát jó, mondta. Akkor majd kiokosítom én. Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te. Palkó jót nevetett rajta. Na hiszen ez nem nagy átok. Ezt még elviselem. De mire kimondta, a törpe már sehol se volt. Ő meg indulni akart tovább, de a szamara nem indult. Mondta a szamárnak. Gyíj, csacsi! És akkor a szamár is visszamondta. Gyíj, csacsi! Hínye, ez így nem lesz jó, gondolta Palkó. Ez a törpe jól kifogott rajtam. És mikor már egy órája vesződött a szamárra, olyan dühös lett, hogy jó alaposan eltángálta a szegény állatot. Csak hogy az megharagudottám, és úgy oldalba tisztelte patájával a Palkót, hogy az belebukott egy nagy pocsolyába. Ott aztán ilyetten kiáltozni kezdett. Segítség! Segítség! Mire a szamár is rákezdett rögtön. Segítség! Segítség! Éppen favágók jártak arra, és kisegítették Palkót a pocsolyából. Kérdezték, ki volt a másik ember, aki segítségét kiáltott. Hát a szamaram, mondta Palkó, és keserűsen tapogatta az oldalát. De ezt már nem hitték el a favágók, és azt mondták, hogy aki ekkorát hazudik, azt a király elé kell vinni. Az büntesse meg az ilyen hazudozót. Úgy is lett. Király elé vitték, a király pedig kimondta az ítéletet. Palkót tömlőzbe kell csukatni. S megkérdezte a legénytől, mi az utolsó kívánsága, azt még teljesíti. Palkó csak azt kérte, hogy a szamarától hadd búcsúzhasson el. Oda is vezették mindjárt a szamarat, Palkó meg letérdelt a király elé, s mondani kezdte. Felséges király uram, kegyelmez árva fejemnek, ártatlan vagyok. Mire a szamár is letérdelt, s ő is mondani kezdte. A felséges király uram, a kegyelmez árva fejemnek, a ártatlan vagyok. A király akkor átnevetett, hogy Palkót rögtön szabadon bocsátotta, s a szamarával együtt felfogadta udvari bolondnak. Wow.
hol volt, hol nem volt. Volt a világon egy szegény ember, annak volt egy felesége, három leánya, meg egy kismalacuk. Egyszer megölték a kismalacot, a húsát meg felkötötték a padlásra. Már kolbásza, hurkája, sonkája, minden elfogyott a kismalacnak, csak a gömbölce volt még meg. Egyszer arra is rájezett a szegény asszony, felküldte legöregebbik leányát a padlásra. Eredj, leányom, hozd le azt a gömbölcöt, főzzük meg! Felmegy a középső leány, le akarta vágni a gömbölcöt, de a gömbölc elkiáltotta magát. Han bekaplak, azzal bekapta. Odalent, mert sehogy se tudták várni, felküldte a szegény asszony középső leányát. Eredj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi ideig, és hozzátok le azt a gömbölcöt. Felmegy a középső leány, kereste nényét, s hogy nem találta, le akarta vágni a gömbölcöt, de a gömbölc elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak, azzal bekapta ezt is. Odalent, mert sohasem tudták elgondolni, felküldte a szegény asszony legkisebbik leányát. Ugyan, leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két nénéd ennyi ideig, és tényleg hozzátok le azt a gömbölcöt valahára. Felmegy a legkisebbik leány, a gömbölc ezt is bekapta. A két öreg már nem tudta mire vélni, hogy mit csinálnak. No, apjuk, mondja a szegény asszony. Látom, hogy már magamnak kell felmennem, ezek biztos az aszalt meggyet eszik. Felmegy a szegény asszony, kereste három leányát, de a gömbölc őt is bekapta. A szegény ember csak várt, addig várt, még arra nem gondolt, hogy valami baj van. Felmegy segíteni. Felment a szegény ember, kereste feleségét, három leányát, és közelebb lépett a gömbölchöz, a gömbölc elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak, azzal bekapta őt is. De a rossz kócmadzag már nem bírta el az öt ember súlyát, és leszakadt. Gurult, legurult a padlás grádicsán, egyenesen az utcára. Ott megint csak gurult tovább, addig gurult, míg elébe nem került egy csomó kaszás, kik jöttek haza a mezőről, és őket is bekapta. Megint csak gurult tovább, addig gurult, míg meg nem talált egy regiment katonát, és rájuk kiáltott. Ham, titeket is bekap. Azzal bekapta őket is. Megint csak gurult tovább, addig gurult, míg egy hídra nem ért, ami alól a víz már teljesen ki volt száradva. Éppen ott ment el egy hintó, a gömböc félreugrott, hogy nehogy eltapossa. Leesett, kirepett az oldala, és kiömlött belőle a sok ember. Kiki a maga dolgára sietett, a gömböcöt meg ott hagyták kirepetten. Ha a gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Benedekelek, a bújdosó macska. Egyszer volt, hol nem volt. Nem tudom, hogy merre volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy macska, és annak egy asszonya. Ez az asszony nagyon mostohán bánt a macskájával, és ezt nagyon megelégelte. Úgy döntött, hogy elmegy világgá, de hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt elindult volna, az udvaron talált egy nagy-nagy sárgarépát. Abból szekeret csinált, gyorsan fogott két egeret, azt a szekér elé kötötte, s úgy indult bojdosóba. Ahogy hajt a macska, hegyeken, völgyeken által az egerek elfáradtak, egyre lassabban lépkedtek. Úgy gondolta a macska, hogy így bizony nem jutnak messzire. Gyorsan fogott még két egeret, azt a másik kettő helyébe fogta, s ment tovább. Odaérnek egy rákhoz. Kérdezi a rák. Hová mész, te macska? Megyek vándorolni. Vigy el engem is, mert a halak kikergettek a vízből. S miért kergettek ki? Azért, mert össze-vissza csipkedtem őket az ollommal. No, hát akkor csak gyere, ülj fel! Felült a rák, s ő is ment velük. Az úton két tojás hevert. Megszólal az egyik tojás. Hová mész, te macska? Megyek vándorolni. Vigyél minket is. Nem volt maradásunk az asszonyunknak,
mert azt kívánta, hogy három csirke keljen ki belőlünk, pedig csak egy van bennünk. No hát, akkor csak ti is gyertek, s üljetek fel. Felültek ők is. Ahogy a macska hajt tovább, a szekérre rászállt is 10 spacsirta, s 10 fecske. Meg se kérdezték, hogy szabad-e, nem-e. Csak úgy rászálltak. Az úton egy csomó gombos tű hevert. Kérdezi a macska. Hát ti meg hogy kerültök ide? Mi bizony úgy, hogy az egyik társunk megszúrta az asszonyunk ujját, s mérgében mind kihajította az útra. No hát, akkor csak ti is gyertek, s üljetek fel. Felültek ők is. Már nagyon sötétedett. Odaértek egy kis kunyhóhoz, amiben egy öreg asszony lakott. Bemegy a macska, köszön illendőképpen, s kérdezze az öreg asszony, hogy kaphatnak-e ott szállást. De azt mondja az öreg asszony, adnék én jó szívvel, de ide minden éjjel zsiványok jönnek, s nem lenne nyugodásotok. De a macska addig mondta, hogy ők így meg úgy nem félnek a zsiványoktól, hogy az öreg asszony megengedte, hogy a házában aludjanak. A 4 egeret kifogják, s bekötik az istállóba. Bemennek a házba. A 2 tojás letelepedik a kemence hamujába, a rák a vizes dézsába, a gombos tűk a törülközőbe, a macska az ajtó sarkába, a fecskék az eresz alá, a pacsirták pedig a ház tetejére. Hát csak ugyan, éjjel jönnek a zsiványok, letelepednek a kemence mellé, tüzet akarnak gyújtani, megpiszkálják a hamut, egyszer csak a 2 tojás szétpattant. Szemük, szájuk tele lett tojáshéjával, meg sárgájával. Szaladnak a vizes dézsához, hogy megmosakodjanak, de ott meg a rák csípte meg az ujjukat. Amikor meg akartak törülközni, akkor a gombos tűk jól összeszurkálták őket. Amikor ki akartak szaladni, rájuk ugrik a macska, s Isten igazában össze-vissza karmolta az arcukat. Amikor kiértek, mintha szemüket vették volna, a fecskék és a pacsirták elkezdtek csiripolni. Zsiványok, zsiványok, fogjátok meg! Ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Többet az öreg asszony házához vissza se jöttek. Másnap reggel megkaszinál szállást a macska, befogják a 4 egeret a szekér elé, s újra útnak erednek. Egyszer csak odaérnek egy hídhoz. Mitől nem? Az egerek megijedtek, s belerántották a szekeret a vízbe. Jaj, lett nagy érdelem. A fecskék és a pacsirták hús felrebentek és elrepültek. A macska is csak nagy üggyel bajjal kiúszott a vízből. De szegény rák, no meg a gombos tűk, azok mind ott maradtak. Ha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott volna. A kakas és a pipe. Magyar népmese. Egyszer volt egy kakas, meg egy pipe. Meghalt szegénykéknek az asszonyuk, nem volt mit egyenek, s elbújdostak az erdőbe. Amint ott mendegélnek, a pipe talál egy vadkörtét. Bekapja. Azám, de nagyobb volt a körte, mint a pipe gégéje. S megakadott. Jaj, mondja a pipe, szaladj, édes kakaskám, hozz egy cseppvizet, mert mindjárt megfulladok a körtétől. Elszaladt a kakas a kúthoz, s kéri, adj kút egy cseppvizet, hadd viszem pipének, hogy meg ne fulladjon szegényke a körtétől. Odoké jó szívvel, mondja a kút. A koszorút hozol nekem szép lánytól, szalad a kakas a szép lányhoz, s kéri, szép lány, hagy koszorút viszem kútnak, kút ad vizet, vizet viszem pipének, hogy meg ne fulladjon szegényke a körtétől. Adoké jó szívvel, mondja a lány. Ha tejet hozol nekem szép
a tehéntől. Szalad a kakas a tehénhez, és kéri, tehén, adj tejet, tejet viszem lánynak, lányköt, koszorút, koszorút viszem kúnak, kúta nekem vizet, vizet viszem pipének, hogy meg ne fulladjon szegény a körtétől. Odó ki jó szívvel, mondja a tehén. Ha szénát hozol nekem, szalad a kakaska a rétered, de ré nem ad addig szénát, még kaszát nem hoz neki. Jaj, Istenkém, szalad a szegény kakaska boltba, s kéri, bolt, hagy kaszát, kaszát viszem rétnek, rét ad szénát viszem tejének, tején a tejecskét viszem szép lánynak, szép lányköt, koszorút viszem kútnak, kútanak vizet viszem pipének, hogy meg ne fulladjon szegényke a vadkörtétől. Hozz el egy pénz, kakaskám, addig nem adok kaszát. Szaladt a szegény kakaska mindenfelé, búsan, aztán megállott egy szemétdombon, s ottan addig kipirgászott, kapargászott, még egy krajtszerkát nem talált. Ucusz alatt a krajtszerkával vitte a bolnak, bolt mindjárt adott kaszát vitte rétnek, rét a cénát vitte tejének, tején adott tejecskét vitte szép lánynak, szép lányköt, koszorút vitte kútnak, kútad vizet vitte pipének. Haj, de mire oda vitte? Megdöglött a szegény pipécske. Ha a kakaska a vizet egy picit elé vitte volna, az én mesém is tovább tartott volna. Kedves gyerekek, ez volt már a Kincsestráda, természetesen holnap is lesz utazás, invitálunk titeket ismét az Óperenciás Meseünnep Birodalmába. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok! Thank you.